Most hogy kezdjem egyébként? Legyen valami tematikám, hogy mi szerint haladok? Nem is tudom. Ha az egyik gyűrű jól fog kinézni, egy ilyen kéz szelfit ki fogok posztolni. És úgy sajnálok titeket, hogy el fogjátok hinni. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. És jól látjátok, igen, ebbe a videóba az fog történni, amit a címbe is láttok. Ugyanis egy kicsit mostanában elszaladt velem a ló a rendelgetés terén, és hát hova máshova tévednék, mint AliExpressre. És azok után, hogy igazából a létező összes parókát végignéztem már AliExpressen, így elgondolkoztam, hogy egy kicsit lehet, hogy nyithatnék más irányba is, és hát elkezdtem nézelődni, és rájöttem, hogy rengeteg dolgot rendeltem már AliExpressről, de egy valamit még soha, és ez pedig az ékszerek, vagyis hogy egy témakörből még soha nem rendeltem, és ezek az ékszerek, igen. És elmondom nektek még most itt ennek a videónak az elején, mert úgy tervezem, hogy ebből több videó lesz. Összesen 36 darab terméket rendeltem. Várom a tippeket egyébként, hogy mennyit fizettem ezért a 36 termékért. Komment részlegbe írjátok le, azt gyorsan megvárom. Remélem leírtátok, mert most el is mondom. Összesen 12.000 forintot fizettem mindenért, amit ha jobban belegondoltok, egy sima ruhaboltba, hogyha veszel egy nyakláncot, fizetsz érte 2-3.000 forintot. Na, én most 36 darab terméket rendeltem, és ebből az első kört fogjátok látni, amik nem mások, mint az eljegyzési gyűrűk, és nem célzás, nem vagyok eljegyezve, és az összes képemnél, aminél kérdeztétek, ott is mondtam, hogy nem. Tudni fogjátok, hogy el leszek jegyezve, de ez még nem az, és eddig se volt az egyik gyűrűm se. Ezt poénból rendeltem, mert ha belegondoltok, legalábbis én, hogyha végig gondolom a napjaimat, nagyon sok olyan Insta profilt követek, ahol gyönyörű szép eljegyzési gyűrűket szoktak posztolni, de tényleg valami álomszépeket. És amikor ezeket a gyűrűket meglátod szembejönni magaddal, ennél bonyolultabban nem is mondhattam volna el, tehát látod szembejönni AliExpressen, akkor így elgondolkodsz egy pillanatra, hogy mi van, hogyha jó? És szép? És esetleg tudod hordani? Bár amikor meglátod, hogy igazából 300 forintba kerül, ami eredetileg több millió forint lenne, akkor elgondolkodsz egy kicsit, és kíváncsi leszel, ez történt velem is, és megrendeltem a dolgokat. És ahogy látjátok, ez itt 10 darab gyűrű, és gőzöm nincs egyébként, hogy milyenek. Lightos egy órát körülbelül rátöltöttem, és a szállítási kódok alapján kisakkoztam, hogy melyik is lehet, és mindegyikre ráírtam, hogy pontosan melyik fazon, és hogy mennyibe került, úgyhogy ezt majd ti itt mellettem fogjátok szépen látni, de szerintem kezdjük is el, mert én már nagyon kíváncsi vagyok. 36 termék, azért elmondom nektek, hogy nagyon különböző időpontokba érkezik meg, van olyan, ami nálam van már 3 hete, és van olyan, amit ma dobtak be a postaládánkba, úgyhogy eddig bírtam várni. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogyha ti is, akkor tartsatok velem. Most hogy kezdjem egyébként? Legyen valami tematikám, hogy mi szerint haladok, vagy nem is tudom. Szóval, itt van nálam az első csomag. Annyit írtam rá, hogy Ramat Silver Opál, tehát ez egy opál eljegyzési gyűrű lenne, vagyis kettő, most látom, hogy két ár van ráírva. Az egyik 412 forint, a másik pedig 711. Úgyhogy én azt mondom, hogy bontsuk ki. Nyilván ezért vagyunk itt, persze, hogy bontsuk ki. Csodálatos műanyag csomagolásba meg is érkezett az eljegyzési gyűrünk. Ha valakit egyébként érdekelne, 7-es, 7-feles és 8-as méreteket rendeltem. Gőzöm nincs igazából, hogy mi a pontos gyűrű méretem, de ahogy lemértem az ujjam, valami ilyesmi, bár nagyon virsli ujjaim vannak, és nagyon különböző méretűek, úgyhogy úgy voltam vele, hogy valamelyik biztosan jó lesz majd rá. És akkor egy kicsit közelebb hoztalak titeket, hogy lássátok pontosan. Ti már mellettem látjátok, hogy hogy kellene ennek kinéznie. És ez egy 8-as méret. És wow! Basszus, ez nagyon ciki. Nem néz ki rosszul, tehát ez most gázom úgy, hogy nekem ez tetszik, vagy nem is tudom, hogy melyik ujjaimra rakjam. Átrakom talán a jobb kezemre. Aha, wow.
Szóval ez nem rossz. Aztán. Fogok nektek csinálni képet telefonnal mindenképpen, hogy meg tudjátok nézni. Aki szereti az opált, annak ez a gyűrű. Jó, nem tudom, mennyire bírnak ki egyébként egy ütést vagy valamit, de mármint, hogy miért ütnél? Értitek, hogy mit akarok mondani, hogyha valaminek neki koppan, vagy valami, hogy mennyire lehet erős, viszont nem rossz. Ez nagyon menő. Aztán. És a másik pedig egy ilyen lájtosan hullámos wedding band hozzá, ami ugye, ezt hogy is hívják amúgy? A karikagyűrű. Ami most ugye nagyon divatos, hogy ilyen gyönyörű, szép gyémántos kivitelben készül. Valahogy így nézne ez ki. Ez egy 8-as méret, úgyhogy ez nekem csak a középső ujjamra megy fel. De egyébként nem rossz. Nem? Vagy nekem tetszik csak? Itt szeretnék szólni, hogy nem kicikizni a virsli ujjaimat, mert mindegyik görbe, és mindegyik nem tudom milyen különböző méretű, különböző formájú, úgyhogy ésszel a komment részlegbe, de a lényeg az, hogy eddig ez tetszik. Jöhet a következő csomag, amire annyi van ráírva, hogy Your Best Rose Gold. Gőzöm nincs, igazából olyan hosszú neveik voltak, hogy konkrétan. Úgyhogy én csak a rövidítést írtam rá, ez a gyűrű 370 forintba került. Volt egy-kettő, ami kifejezetten drága volt, 700 forintért is rendeltem gyűrűt, úgyhogy vigyázzatok, mert mondom, hogy nagyon belendültem. Megint a gyönyörűséges csomagolásunk, de mit is várok egyébként 370 forintért? Ez egy 7-es méret. Az előző gyűrűből kiindulva, ez akkor jó lesz a gyűrűs ujjamra, remélem. Wow! Aszta! Mi a fene? Ez nagyon durva. És még tök szépen csillog is. Kezdek lesokkolni, tehát én mindenre számítottam, de erre nem. Menet közben egyébként kezdek szétesni, a hajam írtólapos, és könnyezik a szemem is, nem tudom, hogy miért. Mire lehet most allergiásnak lenni egyébként? Nem tudom, hogy bármire vagyok-e allergiás, de lehet, hogy igen, csak nem tudok róla. Nagyon folyik a szemem, úgyhogy ne haragudjatok, de visszatérve ide, ez nagyon kemény. Oké. Megyünk tovább, de eddig azt kell, hogy mondjam, hogy alábecsültem itt a dolgokat. Nagyon. A következő egy kicsit drágább, 635 forintos gyűrű, Charmful Zircon. Úgyhogy egy cirkónia gyűrű van nálunk, de ahogy tapogatom, ez megint kettő, úgyhogy lehet, hogy hazudtam nektek, és olcsóbbak. Csak kettő van benne, de ezt majd a képernyőn úgy is látjátok, úgyhogy feleslegesen magyarázom. Két csomagolásunk. Az egyik, egy kicsit egyébként belendültem, tudom, hogy sokszor elmondtam már, de a válogatásnál is, mert volt pár olyan, ami nagyon beteg, tehát normális ember nem rendel olyat, meg igaziba se és műbe se. Ó, ne, itt ki akar pottyanni egy kő. Még egy. Na végre valami rosszat is lehet mondani. Szóval, hogy ki akar esni két kő is a helyéről. Így néz ki az első alanyunk. És mindjárt megpróbálom megmutatni, hogy hol is van. Nézzétek. Fókusz. Fókusz. Ott látjátok, hogy az, ami a körmöm előtt van, az. Ki akar pottyanni. Mert hogy nem, mert amúgy be van ragasztva. Csak ilyen furán. Hanyas méret ez? 7-es. Na lássuk, melyikre rakjam. Méretileg egyébként körülbelül jó, viszont lehet, hogy lehetnének egyel kisebbek, tehát következőleg, hogyha nagyon fog tetszeni ez a három részből álló sorozat, akkor lehet, hogy csinálok majd még egyet, és ott már kisebbeket fogok rendelni, és most veszem észre egyébként, hogy a nagy kő is el van mozdulva. Látjátok, hogy milyen ferde? Rossz értékelést fog kapni az eladó. Tehát ez így viszonylag mindenhogy csálé. De egyébként nem is tetszik, úgyhogy
ez az első, ami rossz. Hátradobom a hajam, mert nem bírom. Jön a következő, ami benne volt még ebbe a csomagba, és ez is nagyon béna. Ó, basszus. Itt van a kis csálé. Ó, látjátok? Pedig egyébként tök szép lenne. Ó, ez méretileg jó, ez mekkora? Ez is hetes. Na, hát akkor ennyit számít a méret. Egyébként ez tetszene? Ez nem rossz. Így kicsit messzebbről milyen? Hát, amúgy nem. Nem tetszik ez a forma. Szép, mint gyűrű elhordanám, de... Egyébként most, hogy így kiemeltem a formát, csajok, tök mindegy, hogy hány évesek vagytok, vagy hogy van-e barátotok, vagy nincs, vagy akármi, mely gyűrű forma, mármint hogy kőforma tetszik nektek a legjobban? Erre kíváncsi vagyok, mert nekem határozott elképzelésem van, hogy mi az a forma, ami nekem tetszik, és kíváncsi vagyok, hogy nektek mi lehet, ami tetszik, úgyhogy ezt a komment részlegbe írjátok le, én meg közben veszem elő a következő gyűrűmet. A következő alanyunk egy Huitan Classic 277 forintos gyűrű. Doboz! Aha. Majdnem eltörtem a dobozt. Hetes méretbe sikerült ezt is. Nagyjából akkor inkább heteseket válogattam, ha jól látom. Nagyon letisztult, de egy baromi nagy kő. Ami nyilván műanyag, de... Amúgy abban már biztos vagyok, hogy a rose gold azt tetszik, de... Hát, amúgy ez szép, csak látszik a kövön, hogy gagyi. Az elsők sokkal szebbek voltak. Pence közben elkezdett GTA-zni. Ez amúgy barom ízli. Itt a következő csomag. Best Selling Valentine's Day valami volt a neve. 265 forint. Azt hiszem, hogy erre emlékszem, ez valami fura formájú színű valami volt. Aha. Jól emlékszem. 8-as. Miért rendeltem 8-asokat? Nem is értem, mit gondoltam. Úristen, meglátom, hogy néz ki. Hát igen, ez azért egy fantáziadús valami. Na ez nem. Hivatalos vendégünk. Sziasztok! Oké, erről nem nagyon beszélnék amúgy többet. Nagyon vintage, nem tetszik, de egyébként tök szép a kivitelezés. Na mindegy, ez hordható, úgyhogy ha nektek tetszik, akkor hajrá. Nekem ez nagyon nem a stílusom. Ebbe tedd vissza majd, mert az a... Az na, az majd a nekem. Ó, Ricsi b***s. A következő csomag Model vagy Modile Fashion 491 forint. Szerintem az eddigi legdrágábbhoz érkeztünk. Micsoda! Bum, 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 micsoda! Hetes méret. Ú, erre emlékszem. Ha minden igaz, akkor ez egy holdkő. Benne vagy. És ez már megint szép, tehát miért? Miért szépek az AliExpress-es gyűrűk? Előbb felveszem. Szóval így néz ki. Az ujjam még mindig ferde. De ez már megint nem rossz. Mármint, hogy olyan kis bénácska kő benne, de... Jöhet a következő? Fnio, azt hiszem, vagy Fino, Fnio, valami ilyesmi volt. Luxury, 304 forint. Hetes méret. Wow! Az igen. Hailey Bieber. Ilyenje van. Hát
És direkt aliról? Igen, aliról. Azt volt! Micsoda? Ez azért... Hát, ezt nem hiszem el. És a szép az egészben, az lesz, nem hogy... azt mondom, hogy összetéveszthető, de ez egyébként ahhoz képest, hogy... Ó, nincs... de kár, fair, de! Azt akartam mondani, hogy az a galád aljas tervem, amit ti majd csak innen fogtok megtudni, mert ennyire vicces vagyok, hogy ha az egyik gyűrű jól fog kinézni, akkor egy ilyen kéz szelfit ki fogok posztolni a gyűrűvel Instára. Úristen, legalább. És úgy sajnálok titeket, hogy el fogjátok hinni, de rá egy órára ígérem, posztolom is ezt a videót, úgyhogy ne essetek kétségbe. Azt a rohadt. De ezt szerintem meg tudom úgy csinálni, hogy elhiggyétek. Hát basszus, jó, de miért fair, de... Szóval a patentfogót anya néz meg, megcsináljuk. Ez azért, ha egyenes lenne, és tényleg az durva. Wow! Ilyet szeretnél? I mean... Eladom a házat, az autót. Minden ingóságomat, aztán lehet, hogy kapsz egy ilyet. Mennyibe kerülne egy ilyen? Nagyságrendileg, mondj egy számot. Hát egy ilyen... 80-100 ezer dollár. Tehát ilyen 30 millió forint. Én csak a Mark Bromond Instájáról tájékozódom. Luxury female ring, 533 forint. Jaj, nem emlékszem, hogy mi ez, úgyhogy... let me see. Oda nézd, dupla csomagolás. Hoppá, vigyáztak rá. Ó! Na jó, sziasztok, én ki is. Egyébként utólag itt ti mondjátok el, hogy melyik gyűrűt posztoltátok volna a helyembe. Nyilván akkor már nem fogok tudni változtatni, de lehet, hogy megtaláltuk a befutót. Na. Ez nagyon szép. Nem? Vagy csak nekem tetszik? Egyébként valami ilyesmi a forma. Tehát, hogyha engem kérdeztek, akkor valami ilyesmi, ami nekem tetszik. Nem kocka, nem is ovális, vagy kerek, egy kicsit hosszúkás, és tökéletes. Ez nagyon szép. Hát ez... Igen. Nem rossz. Már csak kettő van hátra, úgyhogy a következő Seal 5-12 White. 301 forint. Gőzöm nincs, hogy mi ez. Mármint, hogy nyilván tudom, hogy gyűrű, de fogalmam nincs, hogy hogy nézett ki. De tudom, hogy mi ez. Szóval, amit az előbb mondtam, hogy egy kicsit bedurvultam, azt most fogjátok látni. Készen álltok? Nem álltok készen, de megmutatom. Tehát, hogy erről van szó. Nem hiszem el, 300 forintért rendeltem. Úristen, mit csináltam? El tudnátok képzelni, hogy én vagy ti egy ilyennel mászkáltok? Én nem. Tehát, hogy így, no way. Jó, szerintem ezt tehetjük is egyébként félre, mert nem. Bár egyébként a kivitelezése meg kifejezetten szép. Ezen is kicsit ferde a kő, de egészen jó. És elérkeztünk a következőhöz, ami egyben az utolsó is. És itt az elnézéseteket kérem, mert ez nem egy hagyományos eljegyzési gyűrű lesz, hanem ez egy Eternity Band, viszont nem jött még meg több az eljegyzési gyűrűkből, vagy nem jöttem rá a szállítási, vagy mi az postázási, tök mindegy cím, szám alapján, mindegy. De úgy gondoltam, hogy legyen akkor kerek, és tényleg tizet mutassak meg, úgyhogy itt van az utolsó csomagunk, ez egy Handmade Eternity blablabla, bla, bla, itt látjátok. 1130 forint. Ha ez nem szép, akkor mérges leszek. 8-as, miért 8-asat rendeltem? Hát
Ez menő! Ó, de miért nagy? Te most ebből rendeljek kisebbet. Mondjuk van olyan ujjam, amire jó. Mutatom ezen. A jobb kezem egyébként nagyobb, mint a bal. Nagyon sokat igazgatom a hajam, de megőrülök tőle. És ezen viszonylag jó. Olyan vastag egyébként, hogy elnyomja az ujjaimat egymástól. De mindegy, egyébként ebbe egyenesek a kövek, tök szép, nyilván látszik, hogy közelében nincs még csak egy viszonylag szép kőnek se. Mármint, hogy értitek, cirkónia vagy valami ilyesmi. De ettől függetlenül amúgy menő. Jó volt így felpróbálgatni a dolgokat. Úgyhogy ennyi volt igazából, ennyi lett volna ez a videó, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Én nagyon élveztem, és mondom, még két részletet tartogatok belőle, amiben már nem csak eljegyzési gyűrűk lesznek, hanem lesz benne ilyen hétköznapi ékszer is, és nem csak gyűrű. Látlak titeket egyébként, hallom a kéréseket, nem sokára lesz egyszínű smink. A kérdésem az, hogy előbb legyen az egyszínű smink, és utána ennek a többi része, és a többi rengeteg videó, amit még tervezek nektek, mert nagyon sok ötletem van, és itt van előttem egy csomó olyan dolog egyébként, amit most rendeltem, és szerintem imádni fogjátok. Úgyhogy az a kérdés, hogy smink videó legyen a következő, vagy egy ilyen haul-szerű valami. És azoknak, akik a lovas videót hiányolják, elmondanám, hogy lesz lovas videó, de nem tudom, hogy mikor, úgyhogy kérlek, ne írjátok minden videó alá, mert nem tudok rá válaszolni, hogy mikor lesz. De igyekszem nektek minél hamarabb csinálni, csak hát a ló meg köztem most van majdnem 200 km, úgyhogy nem nagyon tudok nektek lovas tartalmat gyártani, úgyhogy nem járok versenyre és nem vagyok ott a lónál, de lesz, megígérem. Nem hagytam abba a lovaglást, lesz még lovas tartalom. Úgyhogy döntsétek el, hogy melyik videót szeretnétek hamarabb látni, és azt fogom nektek megcsinálni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, hogyha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, és kapcsoljátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Ha esetleg nem követnétek még Instán, akkor a nevem is itt van, ott is kövessetek be, és nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, a következő videóban találkozunk, sziasztok!